Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, és most nem más lesz, mint Szimbának fogjuk a bázisát lehetőleg megkeresni, vagyis tudjátok, hogy Szimbe ugye az oroszlán királyból van egy ilyen nagyon nagy, ilyen baromi nagy szikla, és ugye hát azt kéne megkeresnünk, azt a kis titkos helyét, amivel itt most nincsen fa, ezért nem nagyon fogok most pillanatleg fát szedni, hogyha ott lesznek fák, gondolom, hogy lesznek fák, mert mégiscsak az ott egy eléggé nagy szavanna, akkor ott majd elkezdjük, gondolom majd, vagyis hát ja, remélhetőleg majd ott azért akkor tudunk egy kicsikét szedni, mielőtt még találkozzánk vele. Ugye azért is akartam megkeresni Szimbát, ugye tudjátok, hogy amit a nagy csatornámon megtalálok, akkor én azt általában, vagyis a soha ne válaszdos videóimban ugye látok egy karaktert, azt általában én meg szoktam keresni így a kis videóimban, hogy ő mit, hogy él, hol lakik, meg mit tudom én, blablabla, bla, bla, ilyeneket. Szóval ezért jött így az ötlet, hogy most meg fogjuk keresni Szimbát, és húha, itt már kezdenek bárányok lenni, mondjuk nem tudom, nem emlékszek arra, hogy bárányok lettek volna ott a oroszlán királynál a nagy szavannába, de hát ó. Ó, a barikánk az ott meg is evett egy kis füvet, így nagyban így már hallottam a hangját. Ott valami másik féle füves táj kezdődni, szóval szerintem már azért csak jó nyomon fogunk járni. Mennyire? Ó, ott valamit kezd betölteni a map. Na, akkor ez csak jó izé, de amúgy mennyire epik már, hogy itt hirtelen ez a ilyen kis választó van, hogy innentől kezdve más fű. Ez nagyon izé, ilyen epikusan nézett ki mindig is a Minecraftban, szóval érdekes lesz. Úgy itt már sírkék is vannak, hát úgy tűnik, hogy Szimbáik egy kicsikét, úgy nem tudom, lehet, hogy másféle állatokból is bevettek úgymond a hordájukba. Ó, malacok, hát eléggé érdekes, és hoppá, ott van valami jelzőfény. Na, akkor ahhoz a jelzőfényhez gyorsan odafutunk, mondjuk itt vannak fák, szóval jó, mindegy, odafutunk a jelzőfényhez, megnézzük, hogy aha, most vettem észre, hogy ott van a nagy szikla. Hoppáré, na! Nagyon-nagyon jó nyomon járunk, és mennyire királyul néz már ki ez az óriási nagy szikla. Gyors, csinálok szerintem egy nagyon-nagyon gyorsan egy kőkardot. Nem fogok vele tényleg sok időt most elvacakolni. A lehető leggyorsabb módon megpróbálom megcsinálni, hogyha engedné a Minecraft, és nem kattintanék félre. Na, várjatok, lerakjuk a izét. Ó, de jó, hogy nincs elég botunk, meg fánk. Jó, szedek még egyet. Jó, oké, és akkor ezzel meg is lesz a facsákányunk. Gyors, ugye akkor kiszedem a izét, a köveket, nagyon gyorsan, nem tudom, hogy mennyire mélyen vannak itt a kövek. Jó, hát lesz itt egyáltalán kő? Nem lesz kő? Nem lesz kő, srácok? Na várjatok, egy kicsikét még azért lejjebb ások. Hát ha, nagyon lent vagyunk már a mélybe, az a gond, most komolyan itt nincsen kő? Srácok, nehogy már, 18 blokk mélységen vagyunk, hát itt nem nagyon nem lesz kő. Hát jó van, na mindegy, akkor gyors egy fakarddal kell beérnünk, sajnos, jó, nem probléma, én azzal is meg tudom magamat védeni, na várjatok, siessük be most már, én is kíváncsi vagyok azért, hogy mi fog itt történni, de ugye a legjobb kérdés, hogy hogyan jussak fel erre nagy kőre. Tehát, hogy így, oké, ott a jelzőfény, megnézzük, hogy ott van-e valami, mert ugye alapból ugye a kövek azok, vagyis a piros gyapjuk azok oda vezettek. Itt gyémántból van, hogyha lenne egy vassár, de nincsen vassárkányom, ezt nem bírom kiszedni. Amúgy, meg ahogy látom, semmi nincs itt, itt egy nyuszi viszont. Jó, oké, itt a nagy kő alatt kétlem, hogy lesz valami, legalábbis gondolom, szerintem fel kéne mennünk valahogy a tetejére. Csak az a másik kérdés, hogy hogyan jutunk oda fel, mert ez tényleg nagyon óriási nagy. De mindegy, valahogy itt szerintem csak meg fogjuk tudni oldani. Aha, kellett is azért a facsákány nekünk, mert különben nagyon nehézkes lenne ide feljutni. Jó, és ez nem is sima kőből van, ez valami nem tudom milyen barnásabb kőből van. Eléggé érdekes, de ahogy látom, igen, itt az oldalán itt szépen fel tudunk menni. Akkor ez egy kisebb szerencsé, hogy legalább nem nagyon kell itt szenvednünk, hogy feljussunk. És nagyjából itt nem tudom, így körbenézek. Aha, ott egy barlang. Ott lesz egy barlang. Na várjatok, elfutok ide a végére. Csak azért is, mert megéri amúgy így lenézni szerintem erről a óriási nagy szikláról, mert amúgy engem is érdekel, és szerintem titeket is érdekel. És nem tudom, hogy lehet, hogy esetleg itt lesz a végén Szimba. Talán, nem, nincs itt senki. De mennyire epik jól néz már ki, mennyire magasan vagyunk már, jó? Úristen, hogy ez még mindig még mekkora. Tehát egy óriási nagy, ott egy, az mi? Az ott egy textúrapák, vagy az ott egy endőrmem? Na mindegy. Jó, oké, akkor menjünk be. Menjünk be szerintem a izébe, és ott is van valami. Az ott csak egy, az ott egy izé, diaszett, ahogy látom. Szimba titkos barlangja, hoppá. Jó, hát akkor én benézek.
Hát itt senki nincsen itthon, ahogy látom. Viszont itt van egy diaszett és Simba kincse. Simba eledele? Lol. Ezen az eledeléhez nem nagyon akarok nyúlni. A kincséből kiveszek parat így egy kicsikét így kiveszünk. Jó, Simba kardja, ez mennyire erős? Illesség 5-ös, hoppá. Na várjátok, a szettjét is megnézzük, jó, de csak felpróbáljuk, nem szabad lopni. Annyit tudok, hogy, na, ja, ezt igen, jobb klikkel kéne levenni. Jó, igen, igen. Várjál, jó, oké, milyen cucc? Védlem 4-es, hoppá. Nagyon epik cuccai vannak Simbának. Hát nem tudom, hogy mennyire fog rám megharagudni, hogyha én így ennyit így elviszek magammal. De most, hogyha itt lenne nálam még több fa, akkor tudnék kraftolni ezért egy aranyszettet. Aj. Hát mindegy, igazából nem nagyon látom itt Simbát, szóval szerintem gyors le kéne lépni. Mielőtt még visszajönne, azt elkezdeni itt nekünk ugrani, vagy nem tudom. Legalábbis, ja, ne. Ne már, pomos jön, jaj ne, valóban el kéne bújni, jó. Jó, megnézem a reakciót, meg amúgy én akarnék vele találkozni. Azért nem lenne rossz ötlet, na várjatok, hátulról megnézzük, de amúgy ott, hogy onnan jöttél, nem is volt állott, lehet, hogy elbújt, vagy csak nem vettem észre. Hoppá, észrevette szerintem, hogy valami hiányzik. Jó, szerintem le kéne lépni, nem minél gyorsabban, jó, valóban ide be kéne gyors bújni. Valóban gyors be kéne bújni, hogy jön. Nem, még nem jön. Hol a kincsem? Jaj ne! Nagyon izé, hol a kincsem? Nem tudom, engem ne nézz rám, engem te nem láttál semmi. Várjatok, felépítünk ide. Jaj, gyorsan kéne menni. Ajaj, ott lesz len. Jó, itt fent csak nem vesz észre. Oké. Ahogy lát, hát nézelődik össze-vissza, de fentre csak nem néz annyira, azért csak nem okos, nem? Mondjuk ezeket az a... de nagyon elrontottam, most az aranyokat észre tudja venni. Aha, elmegy. Jaj ne, nem vettél észre. Ne, észrevett, ripperóni. Ne, Simba, szia, hello. Ne, gyere ide. Jaj ne, ez tud rombolni egyből. Jó, szerintem itt az idő a szaladáshoz, vagyis az elfutáshoz. Jaj, ne sebződök, erre nem gondoltam. Jó, nem akarok leugrani a szikláról, mert nagyon sokat másztam. Jó, elmegyek a végére. Követ. Jaj, ne nagyon követ, hogy vagy ilyen? Jó, mondjuk ő egy izé oroszlán, szóval tud követni. Jaj, menjünk. Itt azt gondolom, hogy nem tudok leugorni. Miért nincs lent valami víz, vagy valami? Jó, várjatok. Hello, szia. Szia, Simba. Mi a helyzet? Figyelj, szia, hello, örültem a találkozásnak, én csak úgy be akartam nézni, azt körbenézni. Tudod, hogy megy ez, hát csak jöttem látogatni téged, jaj, hoztam neked egy kis aranyat, tessék, kapsz a, ez az enyém, ezt én hoztam neked. Az az én kincsem, nem, ez nem a tied, ez a enyém, csak gondoltam, hogy adok neked belőle, tudod, én ilyen kedves fazon vagyok. Nem baj, hogyha én most megyek amúgy, mert eléggé sietős dolgom van, tényleg, tehát, hogy hazudsz. Te, hogy hazudok. Jó, mondjuk rá van írva, hogy Simba kincse, de amúgy tényleg én nem hazudok neked soha. Én, Simba, szia, Simba, ne már, olyan kis cuki oroszlán vagy, gyere, megsimogatlak. Jaj, a kis cuki oroszlán, jaj, ki az a kis cuki oroszlán, gyere, ne ütöges, jaj, várjál, hagyd fogja meg a sörényedet, jaj, de cuki oroszlán, jaj, csóró. Simba, figyelj, jó, visszaadom neked a cuccaidat, jó? Oké, tessék, várj, itt van, nem akarok én itt tényleg sem balhét. A szettet megtarthatom? Léci, a szett az kell, nem akarom, hogy megöljenek együttésből a... Nem. Léci, kérlek szépen? Cuki oroszlán, léci, jaj, gyere, jaj, megsimogatom, jaj. Nem, amúgy vicceltem. Na, jó, nyugi Simba, tessék, itt van. Tessék a kardod is, akkor mindent visszaadok, tök jó, most állhatok vissza a fakardra. Hát hallod, jó, most ez nagyon izé fenyegetőnek tűnik, amit így mutatsz, vagyis így, ahogy kinézel. Simba, figyelj, én visszaadtam neked, szerintem így most így jobban lehetünk, nem? Tehát érted, léci vagy valami, vagy most, oké, szerintem írni akar nekünk, nem, Simba. Figyelj, tudom, itt a kardom, nem kell, itt van ez is, tessék, meg itt van ez is, itt vannak ezek is, tessék, még kajából mondjuk nem adok, és így ennyi. Most encsantol nekem is egy szettet, vagy, ja nem, megbocsájtok, na, király, köszi szépen, várjál, oké, akkor nem adok neked kaját, hát már akartam neked adni kaját, hallod, hogy megbocsátottál, meg minden.
ha simogatod a sörényem. Ó, de aranyos, gyere, gyere, kis oroszlán, gyere, gyere. Jaj, gyere, cuki oroszlán. Istenem, ez nagyon nagy, srácok. Jaj, jó van, Szimba. Szimba, nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettem, meg hogy körbenéztettem, kapsz egy kicsit a kajámból is, tessék, jó fej vagyok, nekem úgyis minden videó elején van 64, szóval srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltok ebben a videóban, hogyha tetszett, akkor ugye csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, csekkedjük le ugye a másik csatornámat, nyomjatok be a csengőt, dobtok egy lájkot, és ne felejtsetek el, hogy 2 perc múlva, szóval most, aki itt a premiért nézi, és az is, aki nem nézi, azonnal menjen át a nagy csatornámra, mert ott is ott lesz egy hamarosan egy premier, ami indul, de aki később nézi, ugyannak videó. Szóval srácok, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Jó, közben itt simogatózik, vagy dörgölőzik így hozzám. Szóval tényleg köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb is. Én Dani voltam, és még egyszer köszönjük szépen a figyelmet. Ja, és csekkoljátok le az MC Shopot, és ott leszünk a Playten is. És hát, akkor sziasztok!